Vállalkozz digitálisan! Mintegy 40 milliárd forint áll rendelkezésre a hamarosan megnyíló GINOP keretében a kis- és középvállalkozások informatikai fejlesztéseire. Új mezőgazdasági stratégia. Meg kell próbálni nem csak előállítani a terméket, hanem feldolgozott formában értékesíteni is, hangzott el egy tudományos konferencián. Nincs tiszai hal az éttermekben, a kereskedelmi célú halászat megszűnt, a horgászok pedig nem adhatnak el halat. Mintegy 40 milliárd forint áll rendelkezésre a hamarosan megnyíló GINOP keretében a kis- és középvállalkozások digitális fejlesztéseire, hangzott el a Modern Vállalkozások Program kisvárdai előadásán. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A cégek olyan támogatásokat igényelhetnek, elsősorban korszerű szoftverek beszerzésére, amelyekkel gazdaságosabbá és hatékonyabbá tehetik működésüket. Modern számítógépek, táblagépek, vállalatirányítási rendszerek és programok. Ezek megfelelő szakértelmű munkavállalókkal mind hozzájárulhatnak egy cég hatékonyabb működéséhez. A tapasztalatok szerint azonban a hazai kis- és középvállalkozások az ilyen eszközök használatában óriási lemaradásban vannak az Európai Uniós versenytársaikkal szemben. Ennek leküzdésére hozta létre a kormány a Modern Vállalkozások Programot, amelynek elsődleges célja, hogy a cégek megismerjék azokat az informatikai fejlesztési lehetőségeket, amelyek segítségével gazdaságosabban tudnak működni. A program keretében ma Kisvárdán tartottak előadást a téma szakértői. A rendezvényen elhangzott, a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban 40 milliárd forint áll rendelkezésre, elsősorban szoftverek beszerzésére. A vállalkozások a alkalmazottainak a számától függően, illetve az árbevételétől, illetve az érintett területek, tehát a fejlesztéssel érintett területek függvényében 1 milliótól egészen majdnem 20 millió forintig pályázhatnak, tehát ez a visszanemtérítendő része a pályázatnak, és a természetesen ennek megfelelően a teljes projektérték ennek akár duplája is lehet. A program iránt Kisvárdán nagy volt az érdeklődés. Ezek a cégvezetők úgy vélik, a folyamatos digitális fejlesztés fontos a versenyképességük megtartásához, javításához. Megkönnyíti a gondolkodásunkat, és olyan lehetőségeket teremt, ami a készletgazdálkodásban is nagy előnyöket rejt. Ugyanakkor nem kell titkolni azt a lehetőséget sem, hogy ma már a munkaerő annak ellenére, hogy a dolgozók oldaláról azt érezzük, hogy kevés, ugyanakkor spórolásra késztet bennünket, és a élő munkaerő megtakarításnak egy fontos eszköze lehet a modern eszközök bevezetése, amivel már jelenleg is élünk, de mindig az újdonság jön, és azzal újra kell foglalkoznunk. A cégek nem csak ilyen előadásokon tájékozódhatnak a lehetőségekről. A kereskedelmi és iparkamarákban infokommunikációs tanácsadók állnak az érdeklődők rendelkezésére, akik térítésmentesen mérik fel a KKV-k helyzetét és adnak információkat a digitális fejlesztés lehetőségeiről. További információkat a www.vállalkozzdigitalisan.hu oldalon találhatnak a cégek. A biogazdálkodóknak és a kistermelőknek meg kell tanulniuk, hogy ne csak előállítsák a mezőgazdasági termékeket, hanem azokat feldolgozott formában meg is próbálják értékesíteni. Erről is szóltak ma a Nyíregyházi Egyetemen egy tudományos konferencián. A rendezvényen a 21. század mezőgazdasági stratégiáiról és a jövő vidékfejlesztési irányairól is értekeztek a megye szakemberei. Biogazdálkodás, ökotermesztés, őshonos tájfajták és egészséges táplálkozás. Ezekről szóltak ma a Nyíregyházi Egyetemen. A rendezvényen elhangzott, az ökológiai gazdálkodás a mai vidék gazdasági társadalmi fejlődésének fontos eszköze, az egészséges, preventív hatású táplálék kibocsátása pedig a 21. század népegészségügyének is egyik legfontosabb kérdése. Egy óriási érték a magyar agráriumnak a megőrzött régi fajták készlete, és az, hogy elérjük őket, nagyon-nagyon értékek vannak a vidéken is, és a génbankokban is. Mivel ezek a fajták a biogazdálkodás körülményhez nagyon hasonló körülmények között jöttek létre, hiszen őseink sem műtrágyát, csak kémanyagokat nem alkalmaztak, hanem azt a gazdálkodási rendszert modernizáltuk, amit ők annak idején használtak, ezért ezek az őshonos
fajták és tájfajták, ezek otthon vannak a biogazdálkodás körülményei között. Hogyha azt szeretnénk, hogy az állapotukat megtartsák és szerepet vállaljanak az emberek táplálásával későbbiekben is, akár nemesítési alapanyagként, akár a megőrzött formájukban, akkor meg kell őket őrizni, és ez egy nagyon-nagyon fontos küldetés a biogazdálkodásnak, hogy ezeket a feltételeket biztosítsa. Rosszik Péter hozzátette, a megyében gyakori, hogy a gazdálkodó generációkon keresztül őrzik az őshonos tájfajták magvait, a növények termesztéséhez szükséges tudást pedig egymás között osztják meg. A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének igazgatója szerint a konferencia lehetőséget nyújt arra, hogy az őshonos és ökotermesztéshez szükséges tudást szélesebb körben is megosszák egymással, az elhangzó ismeretanyagokat pedig folyamatosan beépítik majd a képzési tantervekbe. A képzések megújítása soha nem történhet egyik napról a másikra. Ebben az évben megjelentek az új képzési és kimeneti követelmények. Ezek alapján természetesen át kell gondolnunk, át kell néznünk a jelenlegi képzési kínálatunkat és struktúránkat, és ennek a folyamatnak a része lehet az, hogy ezeket az új ismeretanyagokat beépítjük az oktatásba. És természetesen a duális képzés a másik ilyen terület, amit kiemelt prioritásként kezelünk az intézetben. Az agrár szakképzésért felelős helyettes államtitkár a konferencián elmondta, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar stratégiai terület az ország szempontjából, ezért az oktatás átalakítása és a kistermelők lehetőségeinek szélesítése kiemelt feladat. Mind a felsőoktatás, mind pedig a középfok területén a közelmúltban került áttekintésre a képzési kínálat, és több változat is bevezetésre került. Például a középfok oktatásban a korábbiakhoz képest nagyobb súlya jelennek meg az élelmiszeres szakmák. Itt kifejezetten, amire szeretnék célozni, az a kistermelő élmezszer előállítás, amiben én azt gondolom, hogy nagy perspektívák vannak. Nyilvánvalóan fontosak a nagyüzemek az élelmiszergazdaság szempontjából, de jó lenne az, hogy minél több kistermelő kezdene azzal foglalkozni, hogy nem csak megtermeli a javakat, hanem azokat feldolgozza és meg is próbálja és értékesíteni is próbálja. Román István hozzátette, ehhez Európai Uniós források is rendelkezésre állnak, a vidékfejlesztési programban pedig mintegy 300 milliárd forint van elkülönítve az élelmiszergazdaság fejlesztésére. A nyíregyháziak 41,47%-a voksolt a vasárnapi népszavazáson. Az országos átlagon felülmentek el szavazni a megyeszékhelyen, hangzott el a Fidesz nyíregyházi tájékoztatóján. A kormánypárt városi alelnöke úgy fogalmazott, a szavazáson megjelentek 97,8%-a nemmel voksolt az Európai Unió migrációs politikájára. Jászai Menyhért hozzátette, ezzel felhatalmazták az országgyűlést arra, hogy bekerüljön az alkotmányba a népszavazás eredménye. Én azt gondolom, hogy az emberek ezt az akaratokat egyértelműen kinyilvánították. Hozzáteszem azt, hogy a Nyíregyházi Megyegyúváros közgyűlése ez év január 28-án a kérdéssel már foglalkozott, és úgy döntött, hogy elutasítja a Nyíregyházi vonatkozásában a kényszerbetelepítést. Ez a népszavazás ennek egy erőteljes megerősítése volt. Tehát nagyon fontos volt helyi szinten is, hogy az állampolgárok véleményt nyilvánítsanak, és azt gondolom, hogy országos szinten is. Sértő, hogy a migránsokhoz hasonlította a szabolcsi embereket Seres Gábor, a főváros egyik fideszes képviselője, mondta a nyíregyházi tájékoztatóján az MSZP-s Halmi József. A szocialisták megyei alelnöke kiemelte, a 22. kerületi önkormányzati képviselő azt állította, a baloldal szerint a migránsokat integrálni kell a társadalomba, és ellátni őket, ám a fideszes képviselő szerint ez olyan lenne, mintha, idézem, egy szegény sorsú Szabolcs megyei ember betörne a budapesti lakásunkba, és attól kezdve nekünk kellene gondoskodnunk a fedérről a feje fölött. Visszautasítjuk. Tisztességes, becsületes emberek élnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Attól, hogy szegények vagyunk, nem vagyunk bűnözők, és az a felháborító, hogy nem volt egyetlen egy országos, fideszes megyéből származó kormánytag vagy képviselő, aki kiálljon és azt mondja, hogy ne tovább. Idén januártól a kereskedelmi halászatot kitiltották a természetes vizekről. Azóta csak a horgászatot, valamint a hobbi halászatot engedélyezik a hatóságok. Ez azt jelenti, hogy sem balatoni, sem tiszai hal nincs a vendéglátóhelyeken. A kifogott halakat ugyanis nem lehet hivatalosan értékesíteni. Ebben a nyíregyházi halsütödében tele van a fagyasztó import és bevásárló központokból származó hallal.
Az étterem vezetője azt mondja, amióta nem lehet tiszai frissen kifogott halat kapni, ő is leginkább a multiknál szerzi be a jó minőségű és finom alapanyagot. Tiszai halászoktól közvetlenül vásároltuk. Nyilván ez árban is és minőségben is a legkedvezőbb lehetőség volt, de miután ez a változás bekövetkezett, kénytelenek voltunk utána nézni. Én már sajnos tavaly évelején hallottam róla, hogy ez be fog következni, úgyhogy elkezdtem intenzíven kutatni a különböző nagykereskedelmi egységekben fellelhető jó minőségű halak felől. Nehéz munka árán, de hál' Istennek találtam olyan halakat, amit nyugodt szívvel merek a kis étkezdénkbe sütni, főzni. Mivel a kereskedelmi célú halászat tiltott, a horgász pedig nem adhatja el a zsákmányát, ezért az a hal, amit közvetlenül a Tiszából fognak ki, nem kerülhet étterembe. A Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közhasznú szövetségének ügyvezetője ennek ellenére azt mondja, a kereskedelmi halászat korlátozása több évtizedes problémákra nyújt megoldást. A halászat, mint tevékenység nem szűnt meg, egyedül az a formája került korlátozás alá, illetve megszüntetésre, ami a kereskedelmi célú halászatnak neveztünk. Jelenleg is van lehetőség arra, hogy állami halász egy birtokában hobbi célból halászati tevékenységet folytassanak azok a személyek, akiknek erre jogosultság van és ezt szeretik. Gyakorlatilag a korábbi ellenőrizetlen körülmények kerültek szabályozásra, ugyanis bármilyen furcsán is hangozhat, de az ezelőtti években, és itt akár 50 évre is visszamehetünk, a halászoknak nem volt például darabszám korlátozása, vagy akár mennyiségi korlátozása, annyi halat foghattak ki, amennyit éppen tudtak. A hazai kereskedelmi célú halászat betiltásával a halak ára is emelkedett a vendéglátóhelyeken, ugyanis a legolcsóbban a tiszai halászoktól szerezhették be az éttermek és a sütődék az alapanyagot. Kerékpárost gázoltak kora reggel Nyíregyházán. A biciklis a Tünde utcán haladt, majd megkezdte a balra kanyarodást a főútról. A kilátó utca felé akart letérni a kerékpáros, ám nem figyelte, hogy egy autó már elkezdte őt előzni. A sofőr nem számított a kerékpáros kanyarodására, így történt a baleset. A biciklista mentők kórházba szállították, az autóban pedig jelentős kár keletkezett. Hegyi Barbara színművész könyvbemutatót közönségtalálkozót tartott Tiszavasváriban. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A sikeres szabadtéri szezon után már a fedett pályás időszakra készülnek a nyíregyházi úszók. Az elmúlt hétvégén közülük 10 erősítették az Észak-Alföldi régió válogatottat, amely a jövő bajnokai sorozat döntőjében legyőzte a budapesti régió legjobbjaiból összeállított együttest. Mi teszi finommá a finom főzeléket? Mi a titka a részeg csirkének? Milyen csokoládéból készül otthon 4000 darab karácsonyi bonbon? Ezeket a kérdéseket is megválaszolta Hegyi Barbara színművész Tiszavasváriban, Alkalomattán című könyvének bemutatóján. A közönségtalálkozót az Országos Könyvtári Napok keretében rendezték. Hegyi Barbara színésznő remekül és szívesen főz a családnak és nagyobb baráti társaságoknak is. Gasztronómia iránti rajongása, bár nagyon rossz evő kislány volt, gyerekkorában kezdődött. Tinédzserként már szívesen lepte meg a fiúkat saját ételeivel, mesélte Tiszavasváriban. Néhány évvel ezelőtt gasztroblogot indított, de a rokonok és barátok biztatására úgy döntött, nyomtatott formában adja a főzni vágyók kezébe a legjobb recepteket. Az első szakácskönyve 2011-ben jelent meg Abrak a Babra címmel, amiért az olvasók véleménye alapján aranykönyvdíjat kapott. Második könyve 2014-ben látott napvilágot. Hegyi Barbara, akivel Szűcs Anikó újságíró beszélgetett, elmondta, a jó ételekhez jó alapanyagra, jó ízlésre van szükség, és szerinte a jó szakácskönyvnek is vannak titkai. Hitelesnek kell lenni. Tehát az olvasók tudják, vagy egy idő után szerintem látszik, hogy valaki ezt komolyan gondolja, vagy csak blöff, és odarítjent valamit, mert kell, hogy legyen egy könyve. Ettől ez az én számomra egy sokkal közelebbi, és egy sokkal,
intimebb dolog ez az egész a könyv és a könyvben szereplő személyek és az én viszonyom. Úgyhogy egy kicsit egy ilyen életrajzi és családi történet az egész. A művésznő jelenleg közelgő premierjére készül, és több előadásban is játszik. Most lesz jövő héten bemutatónk Dostojevszkij Bűn és bűnhődés. És itt próbáljuk a Víg Színházban, közben holnap van egy mikve a Pesti Színházban, egyébként Szabó Magda Ajtóját játszom a Spirit Színházban, illetve most éppen a Gózon Gyula Színházban, és aztán hozzákezdünk decemberben egy új bemutatóhoz. Úgyhogy fellőtték a tűzijátékot, és elindult az évad, úgyhogy futok, és futok anyám is. Az Alkalomattán című könyvben olyan menüsorokat kínál a szerző, amelyeket egy-egy ünnepi, vagy teljesen hétköznapi alkalom ihletett. A hagyományos ünnepeken kívül böjtre, váratlan vendégre, csajét gyerekbulira, vagy akár egy esős vasárnapra is meríthetnek ötletet belőle az olvasók. A sikeres szabadtéri szezon után már a fedett pályás időszakra készülnek a nyíregyházi úszók. Az elmúlt hétvégén közülük 10 erősítették az észak-alföldi régió válogatottat, amely a jövő bajnokai sorozat döntőjében legyőzte a budapesti régió legjobbjaiból összeállított együttest. A szabadtéri szezonban nagyszerűen szerepeltek a nyíregyházi úszók, Szurovcsák Ivett a felnőtt bajnokságon szerzett ezüstérmet, a korosztályos országos bajnokságokon pedig többször is felállhattak a dobogó legfelső fokára a fiatalok. A nyári verseny időszakot követő pihenő után már fedett pályán készülnek a gyerekek, akik közül 10 a rajtkőre álltak a jövő bajnokai sorozat debreceni döntőjében, ahol az észak-alföldi régió válogatott tagjaként szereztek aranyérmet. Én úgy gondolom, nagyon sikeres szezon zártunk. Egyrészt a korosztályos országos bajnokságon nagyon jól szerepeltek a gyerekeink, nem csak a saját korcsoportjukban, hanem a magasabb korcsoportokban is. És a saját korcsoportban nagyon sok bajnokságot nyertünk, és a hatházi Dóri még országos csúcsot is úszott, sőt, hadd dicsekedjek azzal, hogy most volt a csapatversenynek a végeredménye a jövő bajnokainak. Budapesten játszottuk a döntőt, és Debrecenben a Észak-Alföld régió nyert. A 2017-es győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülő válogatottban kerettag a 13 éves hatházi Dóra, aki 50 és 100 méter pillangón első, 200 pillangón pedig második lett az idei Európai Olimpiai Reménységek versenyén. 4 számba indultam, 2-3 jól sikerült, a negyedik az nem nagyon, de meg voltam elégedve magammal. Hatházi Dóra mellett Cserfalvi Olaf is eredményes szabadtéri szezon tudhat maga mögött. Gyula Sándor tanítványa 4 arany, 4 ezüst és egy bronzérmet szerzett a cápa korosztály országos bajnokságán. Olaf nagyon ügyes gyerek és tényleg nagyon tehetséges, 12 éves, még nagyon fiatal. Az országos ranglistán több számban vezet, most 4 bajnokságot nyert, és mellette volt második, harmadik hely, ami nagy küzdelemben esetleg maradt alul, és úgy gondolom, hogy nem sokára ő is kilép a nemzetközi szintére is. A több úszásnemben is eredményes 12 éves fiatalember elárulta, hogy melyik két úszásnemet szereti a legjobban, és azt is, hogy mit szeretne elérni a sportágban. A pillangóúszás, a gyorsúszás, hát ebben azt szeretem, hogy könnyűek. Mit szeretnél elérni, hova szeretnél eljutni ebbe a sportágban? Hát egyszer az olimpiára, és azt megnyerni. Az év hátralévő részében még több hazai versenyen rajtkőre állnak a nyíregyházi úszók, akik a decemberi országos felmérő viadalon zárják majd az évet. Az NB3-as Gyula ellenlé pályára labdarúgó Magyar Kupában a legjobb 32 közé jutásért a Bakta Lóránt háza vs-e. Illés László megyei első osztályú együttese a bajnokságban legutóbb 8-2-re győzött a Szakoly otthonában. Miután a Magyar Kupa megyei selejtezőjéből a Bakta Lóránt háza feljutott az országos főtáblára, a megyei első osztályú csapat egy hosszabbítás utáni 4-4-es döntetlennel záruló mérkőzést követően 11-esekkel kiejtette az NB2-es Cigándot. A legjobb 32 közé jutásért a mai sorsoláson az NB3 középcsoportjában jelenleg 16. helyen álló Gyulát kapta Illés László együttese. Ilyenkor a alacsony osztályú csapatoknak van kívánsága, miénk az volt elsődlegesen, hogyha lehet, akkor hazai pályán játszunk.
A második kívánság az pedig egy-két pontos kívánság volt. Egyik az, hogy vagy egy verhető csapattal találkozunk, vagy valamilyen nagy múltú csapattal, mondanak itt egy Ferencvárosra, egy Újpestre, egy Vasasra, vagy esetleg egy Nyíregyházára, hogy olyan csapattal találkozunk, akit ebbe a megyéb ismernek. Hát véleményem szerint ez bejött. Ugye a Gyulát kaptuk, a Gyula egy MB3-as csapat, aki inkább a kieső zónához tartozik. A hazai pálya előnyét is figyelembe véve, én úgy gondolom, hogy 50% esélyünk van ezen a mérkőzésen. A Baktaló Rendház október 26-án fogadja Gyulát. Addig azonban még három bajnoki mérkőzés vár a csapatra, amely a legutóbbi fordulóban 8-2-re győzött Szakolyban, és jelenleg 13 ponttal a hetedik helyen áll a tabellán. Rosszul kezdtük a bajnokságot, időzőjelbe téve, mert volt egy olyan szisztéma a csapat környékén, hogy a Magyar Kupára megpróbálunk ráfeküdni. Már régen voltunk ilyen magasan a Magyar Kupában, tehát cél volt az, hogy Magyar Kupában minél tovább jussunk, és a sorozatos terheléseket azt nem igazán bírt el a csapat. Egy-egy szerdát még el is bírta, a sorozatot azt nem bírta el, és ez a bajnokság rovására ment. Én láttam a Szokolt játszani előtte kétszer is, jó benyomást tett rám egy játékos csapat, akinek megvannak ugye a hibái is, és ezt próbáltuk kielemezni, ezt kihasználni. A jelek szerint sikerült, ugye azt nem igazán árulnám el, hogy mi volt ez, mert akkor a többi csapatnak ezzel csak tippet adok, hogy mit ne csináljanak ellenünk, de azt mondom, hogy van olyan, amikor mindenbe jön, ez nem teljes mértékben ez a kategória volt, de azért elég sok minden sikerült az első fél időbe. A Baktaló Rendház a következő bajnoki fordulóban szombaton a Gyulaháza csapatát fogadja. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Mintegy 40 milliárd forint áll rendelkezésre a hamarosan megnyíló GINOP keretében a kis- és középvállalkozások digitális fejlesztéseire, hangzott el a Modern Vállalkozások Program kisvárdai előadásán. A biogazdálkodóknak és a kistermelőknek meg kell tanulniuk, hogy ne csak előállítsák a mezőgazdasági termékeket, hanem azokat feldolgozott formában meg is próbálják értékesíteni. Erről is szóltak ma a Nyíregyházi Egyetemen egy tudományos konferencián. Idén januártól a kereskedelmi halászatot kitiltották a természetes vizekről, azóta csak a horgászatot, valamint a hobbi halászatot engedélyezik a hatóságok. Ez azt jelenti, hogy sem balatoni, sem tiszai hal nincs a vendéglátó helyeken, a kifogott halakat ugyanis nem lehet hivatalosan értékesíteni. A Kölcsei Televízió iradóját látták október 5-én szerdán. Friss hírekkel csütörtök este várjuk Önöket, műsorainkért és további hírekért addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap hideg, esős idő várható. Időjárásunkat ma estétől ismét egy ciklon alakítja, így marad a borongós, esős, az eddiginél is hidegebb idő. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég. Eső, zápor várható, a hegyekben havas eső, hó is hullhat. Déliesre fordul a szél és többfelé megélénkül. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is borult marad az ég és egész nap számítani lehet további esőre. A déli délkeleti szél élénk lesz. Délutára 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken egyre kevesebb helyen hullhat csapadék, felszakadozik, csökken a felhőzet. A hétvégén is kisüt a nap és számottevő csapadék már nem valószínű. Legfeljebb futózápor fordulhat elő. A jövő hét első felében újból több helyütt számítani kell esőre, záporra. Csak rövid napos periódusok lehetnek. A hétvégén lesznek leghidegebbek a hajnalok, helyenként fagypont alá süllyed a hőmérséklet és foltokban köd is képződik. A maximum hőmérséklet a hét további részében is az ilyenkor szokásos alatt alakul.